Húsfeldolgozó részleget, mosogatókonyhát, speciális elszívó berendezést és egy közösségi teret is kialakítottak a Kálosemjéni általános iskola konyhájában. A teljes körű átépítés során felújították az épület külső homlokzatát és nyíllászárót cseréltek, valamint a konyha kiszolgáló, előkészítő és főző területe is megújult. Így a szigorú higiéniás előírások betartásával, modern technikai berendezésekkel végezhetik munkájukat a konyhán dolgozók. Az iskolához tartozó konyha felújítása volt az egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladat Kálosemjénben. Az intézményt az önkormányzat üzemelteti és az önkormányzat a tulajdonosa is. Az önkormányzat kettő nagy beruházást tudott megvalósítani, illetőleg még folyamatban vannak. Az egyik az önkormányzat tulajdonában és illetőleg üzemeltetésében lévő konyhának a felújítása, melyre a belügyminisztériumtól 40 millió forintos támogatást nyertünk. Emellé természetesen az önkormányzat saját erejéből még további millió forintokat, több millió forintot ruházott be. Nagyon fontos volt az életünkben az, hogy ezt a konyhát, a közüzemi konyhát meg tudjuk újítani, hiszen ez a konyha látja el mind az általános iskola, mind pedig az óvoda, az idősek étkeztetését, több mint 500 adagot főzünk itt napi szinten. A konyha átalakítása és korszerűsítése mellett a másik nagy beruházás a szennyvízellátás biztonságosabbá tétele is elkezdődött a településen. A szennyvíztelep építésének munkálatai a tervek szerint haladnak, és akár már 2018 júniusára befejeződhetnek. Egy 350 köbméter kapacitású fejlesztés valósul így meg, amelynek köszönhetően a tisztított szennyvíz útvonala megváltozik. A terület és a település fejlesztési operatív programban ezen kívül további fejlesztési tervek szerepelnek. A TOP forrás keretein belül sikerült forrást nyernünk a belterületi kerékpárút megvalósítására. A településünk egy igen hosszú település, egy több mint 2,5 km hosszú belterületi szakasz. Nagyon sokan használják a kerékpárt, és a biztonságos közlekedés vonatkozásában is ez egy nagyon nagy lépés lesz a településnek. Ennek a keretein belül még 2 darab zebrát is meg fogunk valósítani a főúton. Itt a két katolikus templom környezetében lesz az egyik, a másik pedig a állomásra vezető Dózsa-György utcán. Ez mindenképpen egy nagyon fontos beruházás lesz. Emellett bízunk benne, hogy el tudjuk kezdeni mi hamarabb a általános iskola energetikai korszerűsítését, ami mindösszességében egy 150 millió forint értékű beruházás lesz, és emellett még az önkormányzat arról tudok még beszámolni, egy turisztikai beruházást is nyert 31 millió forint értékben. Itt a Kállai Kúria attrakciót fogjuk továbbfejleszteni. 2018-ban a település egész közigazgatási területén lecserélik a közvilágítást biztosító lámpatesteket is. Így környezetbarát, energiatakarékos LED technológiára váltanak. A fejlesztés részeként a Kálosemjén és Péterhalom közötti település részek is közvilágítást kapnak.